Köszöntöm a Kávadásának nézőit, mai vendégeink Torockai László, Jobbik alelnöke, és Juhász Péter, az Együtt elnöke. Most pedig, ahogy így nézegetem, a legújabb óriás plakátom, Vona Gábor le akarja bontani a kerítést, sőt az összes ellenzéki párt le akarja bontani a kerítést, bár az Együttből Juhász Péter nem rakták fel a plakátra, de úgy beszélnek, hogy az összellenzék, tehát önök is beletartoznak ebbe, le fogja bontani, le akarja bontani a kerítést. Miért akarják lebontani a kerítést? Pont azon gondolkodtam most, hogy jöttem ide ásotthalomról, hogy Juhász Pétert kellett volna föltenni arra a plakátra. Én úgy tudom, hogy ő lebontaná ezt a kerítést. Mondjuk Vona Gábor fönt van ezen a plakáton, ehhez képest egyetlen egy jobbikos elnökségi ülésen sem merült föl annak még csak a lehetősége sem, hogy a Jobbik lebontaná a kerítést. Tehát ez egy sajnos szokásos hazug propagandaanyag. Mi is szomorúan vettük tudomásul, hogy lemaradtunk erről a plakátról, mert talán mi állunk legközelebb ehhez. Mi soha nem azt mondtuk, hogy lebontanánk és neki mennénk, azt végképp nem, hogy jogellenesen bozótvágóval, vagy nem drótvágóval, de azt, hogy tökéletesen értelmetlen tartjuk, az teljesen egyértelmű számunkra. Nem a kerítésekkel lehet megoldani egy ilyen problémát, és végképp nem úgy, hogy mindent körbekerítésezünk. Tehát az illiberális állam, amit Orbán épít, az lehet, hogy Orbán Viktornak jó, tehát amikor valaki egy haciendán 5 kastéllyal, vagy mi ez, ilyen villaépülettel körbevéve, rácsozott ablakokkal, körben térfigyelő kamerákkal, nagy kerítés, tekvédi még körül, és még egy olyan 5000 hektár föld, hogy senki a közelébe ne menjen. Illiberális világot így Orbán tud építeni, és ő jól is érzi magát benne valószínűleg. Szerintem mi Magyarországon, az emberek többsége nem egy ilyen világban szeretnénk élni. Tehát az ilyen típusú problémákra nem az a megoldás, hogy kerítéseket húzunk fel és őröket állítunk, hanem valójában kezeljük a problémát. Külön kell választani a menekült kérdést attól, hogy mit kezdünk a bevándorlás politikánkkal. Az Együtt álláspontja az, hogy mind a kettőn változtatni kell. Ezt kérdezni, ugye oltalmazottként befogadott több mint 2000 embert a magyar kormány. Igaz, hogy erről mondjuk véletlenül egy külföldi lapnak adott, vagy máltai lapnak adott interjúból sikerült tudomást szereznie az átlag állampolgárnak, ha ugye a kormány médiából tudomást szerzett erről. De ugye az oltalmazottak, az ugye, hogy az ENSZ direktívák és különböző kötelezettségek miatt fogadtuk be őket, ezzel ön egyetért? Hát nem, hogy egyetértek, hanem kötelességünknek tartjuk. Az ENSZ nemzetközi egyezményeit, amiket aláírtunk, nyilván tartsa be. Tehát ezt a magyar kormány jól csinálta? Hát az, hogy ezt titokban tartja, az egyértelműen mutatja azt az álságos politikát, amit folytat, hogy miközben egy közel most már 2 év alatt 100 milliárd forintnyi pénzt költöttek el arra, hogy kampányoljanak a menekültek befogadásával szemben, csak számolja vissza mindenki, ha ezt elköltötik volna menekültekre arra az 1300-ra, akit befogadtak, akkor 22 millió forint jutna menekültenként. Tehát azt a részét, hogy befogadták, azt mi elemi kötelességünknek tartjuk. Azt, amit mellette politikában csinálnak, az pedig a vérlázító, álságos és hazug politika. Kopt keresztény kisgyerekekről volt szó a befogadásnál. Legelőször aztán kiderült, hogy nem, nagy részük nem is kopt, nem is keresztény és nem is kisgyerek. Jó, tehát az a helyzet, hogy azért van néhány 100 millió ember Afrikában, Dél-Ázsiában, akik szinte folyamatos, permanens háborús vagy akár törzsi konfliktusokkal terhelt világban élnek. Most akkor mi alapján határozzuk meg, hogy ki az oltalmazott? Kit kell befogadnia egy olyan országnak, mint Magyarország, ahol sajnos csökken a lakosság száma, tehát ilyen szempontból kiürül lassan az ország, ugye a kivándorlás is sújtja, stb. Tehát én ezt komoly veszélynek tartom, hogy lecseréli a jelenlegi kormányzati politika, hogyha így halad tovább Magyarország lakosságát, miközben egyébként súlyos milliárdokat költ arra a propagandára, amely szerint egyetlen egy bevándorlót sem engedünk be az országba. Ehhez képest az elmúlt években a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 20-25 ezer bevándorlót fogadott Magyarország, ebből 8-10 ezer érkezik abból a szenzitív környezetből, akik ugye más kultúrához tartoznak, más vallás, és a többi, Afrikából, Dél-Ázsiából, Közel-Keletről. Tehát nem igaz az, hogy egyetlen egy bevándorlót, migránst, oltalmazottat, menekültet nem fogadott a magyar állam az elmúlt években, tehát ilyen szempontból hazug volt a propaganda. Az én álláspontom az világos, és évek óta változatlan. Én menekültet kizárólag abban az esetben tudok elfogadni Magyarországon, hogyha szomszédos országból érkezik, és abban a szomszédos országban háborús konfliktus van. Ugye jelenleg egyetlen egy ilyen... Konfliktus idején mondjuk így van, tehát ugye erre nagyon jó példa volt a 90-es évek, amikor a jugoszláviai háború elől menekülő valódi menekülteket, nem 90%-ban fiatal, életerős férfiak Afrikából, Közel-Keletről, Dél-Ázsiából, mint amit én tapasztaltam ásotthalmon az elmúlt években, hanem valódi menekültek, családdal, gyerekkel érkezők, főleg nők, ugye a férfiak inkább ott maradtak háborúzni, akár Kelet-Szlavóniában, amikor háború volt például a Szentlászlóiak, és akkor Magyarország erőn fölül
vállalt szerepet a menekültek befogadásában a 90-es években Jugoszláviából, hangsúlyozom, nem is okozott olyan konfliktusokat vagy társadalmi problémákat az a befogadás, hiszen hozzánk közel álló kulturálisan, történelmi kapcsolatok, nyelv, ugye, hiszen magyarok is érkeztek, az egy egészen más helyzet volt. Most ugye Ukrajnából érkezhetne akár kárpátaljai magyar, vagy akár ukrán, vagy orosz nemzetiségű, de nem érkezik Magyarországra, tehát nincsenek ilyen menekültek nagy számban Magyarországon. Helyette afrikaiakról, közel-keletiekről, dél-ázsiaiakról beszélünk, akik áthaladtak számos biztonságos országon, tehát megállhattak volna, hogyha az életüket ugye akarták volna menteni. Szerbia biztonságos ország, erről vita folyik. De hát nem csak Szerbia volt, hát ott volt Görögország, ott volt Bulgária, hagyd ne soroljuk, de Törökország is az. Hát Törökországot elfogadják egy tárgyalópartnernek, aki elvileg ugye most megállította a migrációt Németországgal kötött politikai paktumok és pénzügyi. Tehát látszik, hogy pénzzel mégiscsak kezelhető ugye a migránsok megállítása, tehát egyértelműen ez egy politikai kérdés, egy politikai, egy betelepítés zajlik Európában. Én két dolgot hadd fűzek oda. Abban azt hiszem, hogy tökéletesen egyetértünk, hogy a letelepedési kötvény biznisz által behozott akár bűnözők, ez az a 20 ezeres szám, amiről beszélt, az vérlázító és elfogadhatatlan. Ott bizonyíthatóan jöttek be egyébként olyanok is, akik, hát hogy mondjam, bűnözők, pont, pénzért jöttek be az országba. Tehát magyarul a Fidesz ma itt is álságos, teljesen egyetlen, pénzért befogad bárkit. De a menekültekre hadd térjek vissza egy pillanatra, mert ön azt mondta, hogy nem minden menekültet fogadnál. Akkor az a kérdésem, hogy fölmondaná az ENSZ menekültügyi egyezményét, aminek Magyarország aláírója számos más országgal, ott pontosan meg van határozva, hogy ki számít menekültnek, ezt számtalan ország aláírta. Az a kérdésem, hogyha azt nem fogadjuk el, akkor a Jobbik álláspontja az-e, hogy fel kell mondani az ENSZ-szel a menekültügyi egyezményt, mert ez nem a mi dolgunk eldönteni, hogy ki a menekült és ki az, akit mi szívesen látnánk, hanem aláírtunk szakemberek által előállított valós anyagot, ami leírja azt, hogy kiket, milyen módon, milyen országoknak kell menekültként értelmezni. Ez nem azon múlik, hogy néhány pártpolitikus mit gondol egyébként hazájukat elhagyni kényszerülő emberekről, hanem hogy valójában ki az, akit az életét kockáztatja, akinek leégették a házát, meggyilkolták a családtagjait, és ezeket én azt gondolom, hogy nem pártpolitikai alapon így szemben állva kell, hanem van egy ENSZ, ami arról szól, hogy a világon megnézik, hogy ki számít annak és jönnek. Én nem gondolom, hogy valós veszély lenne az, hogy amit mondott, hogy a törzsi háborúkból az afrikaiak ide szeretnének jönni, hát összesen az elmúlt két évben 600 darab menekülő akart itt megállni. ENSZ-t visszatérve most két prognosztizáció, hogy 250 millióan indulnának el Afrikából, Közel-Keletről, és ez az ENSZ-nek a prognosztizációja, és valószínűsítetően ugye a jobb módú Európa felé tendálnának ezek a tömegek. Ez az ENSZ-nek a prognosztizációja. Tehát, hogyha erről beszélünk, ezt veszük alapul, akkor mi ez a prognosztizáció? Tehát az a lényeg ennek, hogy nem kerítéssel, tehát az, ha most, hogy mondjam, ezt már nem tudom, mosoly nélkül, hogy 250 millió jönnének Magyarországra. Nem egy kerítés fogja megoldani, és nem egy nemzetállam önállóan, hanem Európának kell. Azt mondták a jászságiaknak, hogy ugye ide jönne 11 millió menekült, akkor maguk hogy férnének el a jászságban? De hogy a lényeg, hogy ez egy összeurópai probléma, azért összeurópai megoldásra van szükség. Ha már kerítés, miért itt? Miért nem egyel kijebb? Nem értek egyet a kerítéssel, nehogy félreértés legyen. Nem ez a megoldás. Erre kell egy megfelelő menekült politikát az Európa Unió tagállamainak közösen kidolgozni. Ezzel állítom azt, hogy nem megfelelően működik most. Tehát nehogy félreértés legyen. Nem azt mondom, hogy nem kell reform, nem kell felkészülni, hogy valóban van egy népvándorlás típusú mozgás a világban, de ez nem azt jelenti, hogy Magyarországnak ki kell vonnia magát az uniós közös megállapodásokból, nem azt jelenti, hogy az ENSZ menekült egyezményét fel kell mondani, vagy azzal szembe kell menni, hanem a közös megoldásra kell törekedni. Hagyd tegyem azt helyre, hogy amikor én a 20-25 ezeres éves számról beszéltem, az nem a kötvénybiznisz által idehozott 20 ezer ember, az azon fölül, tehát ez a Központi Statisztikai Hivatal által szabadon hozzáférhető adatokból derül ki, hogy az azon fölül érkezett, mindegy, hogy most oltalmazottinak vagy befogadottnak nevezzük őket, tehát az azon fölül van, ez csak a fideszes... Oltalmazott 600 darab. Ez csak a fideszes propaganda szempontjából érdekes szerintem, abból a vita szempontjából, ami közöttünk van, és valószínűleg mi nem fogunk tudni ebben egyetérteni, eddig sem értettünk egyet, abban a szempontból ez mellékes. Meg kell nézni nem csak Magyarország esetében, hanem akár a spanyol, észak-afrikai exklávék esetében, hogy milyen hihetetlen erőszakkal támadják meg az ottani kerítést, amit a spanyol állam húzott föl Észak-Afrikában. Minden nap fizikai erőszakkal meg kell védeni ezt a kerítést, megtámadják a rendőröket, megtámadják a kerítést több száz fős csoportokban afrikai bevándorlók. Tehát egy erőszakos támadás zajlik Európa ellen. Ugye számos alkalommal elmeséltem már, hogy a 80-as években, amikor az én unokatestvéreim szülei
politikai okokból elhagyták Magyarországot, akkor ők végig betartottak egy normális, európai, törvényes utat. Ausztriában kértek politikai menekülstátuszt, zárt, transzkirheni zárt táborban tartották kisgyerekekkel őket, pedig ők aztán abszolút átvilágíthatóak voltak, becsületes dolgozó emberek voltak, tehát tudták az identitásukat, nem összetépett papírokkal jöttek Európába, hamis identitással, mint ugye ez a mostani migráció. Tehát ez egy egészen más folyamat volt, és ők kivárták Ausztriában, ameddig egy ország jelesül Kanada jelentkezett értük a beadott kérelmük alapján, és utána utaztak Kanadába. Itt most egy agresszív támadásról van szó, megtámadták Európát, és ami az összeurópai megoldást illeti, amit Juhász Péter mondott, hát azzal elég komoly bajaink vannak. Tehát akik ma vezetik az Európai Uniót, ők valóban erőltetik ezt a kvótát, ők valóban szeretnék szétteríteni ezt a problémát. Hát ez a része nem önmagában fideszes propaganda, de folyamatosan erőltetik, folyamatosan napirenden van Brüsszelben. És az ENSZ-re, hagyd térek vissza, az ENSZ vezetői ugyanazok a baloldali, liberális érték szemléletű politikusok, akik pozitív dolognak tartják ezt a fajta migrációt, szerintem ön is pozitívnak tartja, én meg nem tartom pozitívnak, én meg azt mondom, hogy társadalmi konfliktusokat okoz, problémákat okoz, agressziót okoz, terrorizmust, a bűnözés növekszik, illetve én szeretnék a saját kultúrámhoz, a saját tradícióimhoz is ragaszkodni, és szeretném, hogyha Európa olyan sokszínű maradna. Tehát döner kebabot Törökországban akarok enni elsősorban, nem Berlinben, Párizsban és Budapesten is mindenhol ugyanazt. Tehát ez az uniformizálódás, ez egy politikai cél. Most nem ragadnék le ennél, de szerintem vannak, akik Budapesten is szeretnének gyroszt enni, tehát hogy ezzel most lépjünk túl. Én azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy tragédia, hogy pizzát eszünk, mert nem kell elmenni. Érti, hogy mire gondolok? Hogy a kultúránk megőrzés az nem azon múlik, hogy egyébként menekülteket befogadunk-e. Ön összemosta megint az erőszakos, illegális menekültet azzal, aki meg legálisan szeretne bejönni. Elhanyagolható kisebbség az, aki erőszakos, és nyilván eszembe nem jutna ilyen embereket beengedni, akitől bármilyen terror veszi. Az a cél, hogy ellenőrzött módon biztosítsuk a normális, emberileg elfogadható megoldást arra, akinek tényleg meggyilkolták a családját. Aki akár a kopt keresztény, meggyilkolták a családját, és ott áll egy kerítés előtt, és nem engedik be, mert ma napi 20 embert ellenőriznek le egyáltalán, hogy beléphet vagy nem, és ott fagyoskodnak télen gyerekekkel a karjukban, azok a kopt keresztény gyerekek szint, vagy emberek szintén, akiknek akár a házát égették le és üldözték el a családjukat. Az a lényeg, hogy mindez normálisan keresztény emberhez méltóan menjen, és ne azt gondoljuk, ne általánosítsunk, hogy itt mindenki erőszakkal akar bejönni, ugyanolyan emberekről van szó, mint mi magunk vagyunk, szeretnének egy normális életet élni, és tegyük hozzá, hogy aki tényleg menekül, az egy ponton túl vissza szeretne menni a hazájába. Hasra biztos mondom, egyébként, hogy vissza szeretnének menni a hazájukba? Nem biztos, de hát ha azt nézzük, hogy 56-ban hányan mentek ki, aztán hányan jöttek mégis vissza, amikor már lehetett, akkor abban levonhatunk egy következtetés, hogy általában az emberek, ezt ne tagadjuk meg másoktól se, szeretik a hazájukat. Akkor még egy az 56-os menekültek esetében mikor hallottunk olyan tömeges molesztálásokról, mint például ami Kölnben történt szilveszterkor? Kiderült, hogy az oroszok gerjesztették. Hát de hogy az oroszok ugyan már, ne viccelj. Ilyenféle. Jó, hogy ez nem történt meg, tehát nem molesztálják ezek a nagyrészt arab észak-afrikai migránsok, ezek nem molesztálták a német lányokat. Azt állítottam, hogy gerjesztették politikai célra, hogy a Putyinféle, akkor ez meg valami amerikai propaganda, tehát itt szerintem hagyjuk az orosz meg az amerikai politikai propagandát. Német oknyomozó újságírók derítették ki, mondhatjuk, hogy amerikai propaganda. A világ minden részéről jöttek hozzám az elmúlt években újságírók, megállás nélkül sokkal többet szereplek, mint az átpártpolitizált magyarországi médiában. Egyetlen egy ország újságírójait nem fogadom már, az Németország. Ja, tehát annyit jobban manipulálnak, mint a fideszes média, tehát csak ők ellenkező előjellel a migráció kapcsán, tehát hagyd ne higgyek már a németországi médiának. Én a német embereknek hiszek, rengeteg német vagy nyugat-európai ember a Facebookon keresztül tartja velem a kapcsolatot, félnek, rettegnek a Facebookon, ők már nem mernek véleményt nyilvánítani. De csak magyar autóval járjunk. Csak hogy a kultúránkat őrizzük meg. Ezt nem igazán értem. Magyarországon a magyar kultúrát, Németországban a német kultúrát szeretném. A BMW, a Mercedes, az Audi, ez mind a német kultúra része. Hál' Istennek nem BMW-vel járunk, de most ezt hagyjuk a gyroszt. Most arról beszéltünk, hogy nőket erőszakolnak, meg molesztálnak, stb. Ezek megjelentek tömegesen, Malmőben. Egyébként a kop keresztényekről meg csak annyit, hogy ez meg demagógia. Több százezer migráns átvonult Ásotthalmon, egyetlen egy kop keresztényel nem találkoztam.
Egyetlen kockázat. Mindegyikkel megbeszélt, hogy jó napot kívánok, én vagyok Ásotalom polgármester, több százezre vannak, nem mindegyikkel, mi nem mindegyikkel, de mondjuk több ezerrel beszéltem, több ezerrel kerültem kapcsolatba. Lépjünk tovább, áprilisban választások lesznek, mindenki le akarja váltani a kormányt, ugye kérdés, hogy ki tudja leváltani a kormányt. Önöknek a médiában folyamatosan olvasható egy bizonyos, hát kommunikációs küzdelme, vagy tényleges nézeteltérése, hogy a szocialistákkal. Itt nem tudom, listákon, megegyezéseken, nagyon sokszor az ember nem látja, hogy mind. A kormánypárti sajtó természetesen ezt szereti mind a két irányba felnagyítani, mert akkor azt mutatja, hogy az ellenzék belül harcol. Tehát önöknél ez mutatkozik. Az önök részéről pedig egyre inkább összemossák a baloldali összefogást a Jobbikkal. Tehát pont mondtam ezt a jársági fórumot, ott legutóbb arról volt szó, hogy ha nem a Fidesz nyer, akkor jön Gyurcsány Ferenc és Vona Gábor, mert a Jobbik és a DK között paktum van. És ez körülbelül kétszer vagy háromszor elhangzott egy zsúfolt lakossági fórumon, és nem poénból mondták el. Na most nézzük akkor, hogy hogyan lehet kormányt váltani. Egy, akkor kezdjük önöknél, hogy mi önök között ez a fajta súrlódás. Tehát önök között van egy úgynevezett baloldali összefogás, legalábbis sokan így beszélnek, ami nagyon sokszor úgy látszik, hogy se nem baloldali, se nem összefogás. Tehát akkor most mi történik? Mondok egy olyan mondatot, amivel azt mondom, hogy egyet fogunk érteni, hogy a Jobbik és az Együtt nem fog együttműködni a választásokon. Tehát innen induljunk, és akkor ezen valószínűleg nem lesz vita. A többi párttal az Együtt azt gondolja, hogy mindenképp együtt kell működni, de nem lehet tisztán csak egy nagy összefogásról beszélni, hiszen meg kell újítani a magyar politikai életet, ez nem kérdés számunkra, azokkal a politikusokkal, akik valaha együttműködtek a Fidesszel, vagy olyan pártokkal, amelyek a 2010 előtt kormányon voltak, és valamilyen módon hát részük van abban, hogy ide jutott az ország, azokkal mi nem szeretnénk szorosan lista szintjén együttműködni. De akkor ki kell tudnak együttműködni, mert akkor páran mi azt mondanánk, hát a páran, ugye ez volt az új pólus technika, amit én most már egy éve mondok lassan. Mi azt gondoltuk, hogy a 2010 utáni pártok, LMP, Momentum, akkor még a Párbeszédre gondoltunk, együtt világával kellene egy listára menni, egy másik lista a DK-MSZP vonala, és még akiket akarnak oda venni, és ennek a kettőnek helyi jelöltek szintjén, ott már nem pártokról, nem személyekről beszélünk, koordinálni kellene, hogy egy jelölt legyen szemben a Fidesz-Jobbik jelöltjével. Jó, de egy ilyen baloldali összefogás 2014-ben hatalmas csalódás volt, például az önök részéről is. Erről beszélek, hogy egy összefogásnak nincs értelme, hogy minden párt megy egy közös listára. Ugyanerről beszélek. Közös listára nem mennék egy MSZP-DK-val, de az, hogy kettő lista legyen, az kényelmesen tudnak koordinálni helyben, ahol már személyekről beszélünk, és nem pártról. Az viszont egy fontos... Tehát külön lista, de azonos jelöltek? Nem, külön lista, de nem mindít mindenki mindenhol jelöltek. Azért mondom, hogy azon, tehát úgy, hogy megegyezett úgy, jelöltek. Így van, mert akkor ki lehet szűrni személyre azokat, akik azt gondoljuk, hogy részt vettek az elmúlt, hát elmúlt 8 év, ezt majdnem, de a 8 év előtti elmúlt 8 év politikájában, ami én azt gondolom, hogy előjele volt annak, hogy hova jut az ország. Ezzel lehetne előállítani egy azt. Elég nehéz tánc, amibe kezdtek szerintem. Csak ez a logikus, ez az, amivel az volt a kérdés, hogy hogyan lehetne leváltani az Orbán kormányt. Nekem meggyőződésem, hogy így. Ezzel a de valahogy nem akar senki, tart, minden, hogy nem akar mindenki beállni ebbe a táncrendbe. Ma ott tart a dolog, hogy a listák ilyen módon nem jöttek össze, még mindig történelmi bűnnek tartanám, hogyha a demokratikus oldal nem tudna megállapodni abban, hogy egy jelölt legyen szembe, még ha nem kettő, hanem sok lista is van, de hogy egy jelölt maradjon szemben a Fidesz jelöltjével, ugyanis abban a pillanatban elő fog állni számos olyan körzetben a helyzet, amit egyébként megnyerhetne a Fidesz elleni ellenzék, hogy több jelölt indul, és hiába kapnak ők több szavazatot, ketten közösen, mégis a Fideszes fog nyerni a relatív többségével, míg egyébként kisebbségben is van. Sok minden történt Magyarországon, senki nem gondolta volna mondjuk szerintem 5 évvel ezelőtt, hogy Kálmán Olga a Hír TV-n fog mondjuk műsort vezetni, nem az ATV-n, és senki nem gondolta volna azt 2006-ban, hogy valakinek eszébe jut, hogy Torockai László mondjuk Gyurcsány Ferenccel egy közös plakáton fog megjelenni, és közösen sem fognak egymás javára visszaléptetni jelöltet, vagy a háttérben megegyezni, nem tudom. Mi ez a kommunikáció, ami megy most a Jobbik és a DK között? Tehát most két olyan ellenpólus sikerült egymás mellé rakni, az én véleményem szerint ezt majd ön kifejti, ami, hát hogy is mondjam, hát a legdurvább ilyen groteszk vígjátékokba szokott megjelenni, hogy a két ellenpólus találkozik össze és csinálnak valamit közösen. Hogy kérdezem meg előtte, hogy az Együtt alapítója nem Bajnai Gordon?
Az Együtt az három civil szervezetből alakult, ez az 1 millió magyar sajtószabadságért csoport volt, a Szolidaritás, ami egy kifejezetten baloldali világot adott, és Bajnai Gordon Haza és Haladás Alapítványa hozta be a szakpolitikai hátteret, ez egy nagyon fontos része a kormányzóképesség. Tehát Bajnai Gordon alapító. Bajnai Gordonnál jobb beszéljünk kormányzás egyenesen. Nem volt az elmúlt 30 évben Magyarországon. Tehát az, amit az a lényeg, hogy akkor az Együtt kapcsolódik ahhoz, ami az elmúlt 27-28 esztendőben itt Magyarországon történt, és akkor most az nem első kasztott rendszerváltozás előtti időről 2014 óta nem találkozott Bajnai Gordonnal az Együtt környékén, jegyezném meg. Én vagyok az Együtt elnöke, aki lejöttem a... Ezt mi nem tudjuk. Akkor tájékoztatom. Hogy milyen kapcsolata van Bajnai Gordonnal, alapítójának a pártnak, kapcsolatunk van, politikai nincs, mert hogy ő kivonult a politikából. Én vagyok az az ember, aki lejött arról az összefogás listáról. Ezzel ma az Együtt szerintem erősen szimbolizálja, hogy ezt az utat választotta, az ott meggyőződés, ebben meg nem fogunk összeveszni, nekem meggyőződésem, hogy az nem egy elvszerű döntés volt, hogy az Együtt akkor bement az összefogásba. Nem véletlenül jeleztem akkor, hogy én lejövök erről a listáról. Az Együtt egy hihetetlenül letisztult értékrenddel bíró párt ma, és nem véletlen, hogy ezt az utat járjuk. Jó, az az értékrend, nem az én értékrendem egyébként, viszont Bajnai Gordonon keresztül kapcsolódik is egyébként az Együtt azokhoz az erőkhöz, akik kormányozták ezt az országot, miközben Magyarországot gyakorlatilag tönkretették mára. A Jobbik ellentétben azzal, ahogy magát a demokratikus ellenzék definiálni szeretné. Ezt mindig akartam kérdezni, a Jobbik egyébként miért nem demokratikus? Hagy mondjam akkor el, tehát hogy számomra ez mélységesen fölháborító egyébként, amikor hallgatom akár Gyurcsány Ferenc részéről, hogy a demokratikus ellenzék, amelybe ugye egyetlen egy komolyan vehető ellenzéki párt, az ellenzék legerősebb pártja nem tartozik bele, az a Jobbik, mert hogy a Jobbik nem demokratikus párt. Ehhez képest azt gondolom, hogy a Jobbik talán a legdemokratikusabb párt ma Magyarországon, csak egyetlen egy aprósággal hagy illusztráljam, tehát ahol az elnök és az alelnöknek lehet sarkosan komoly ügyben ellenkező álláspontja, véleménye, az egyedül a Jobbikban fordulhatott elő, egyetlen egy másik pártban, mondjuk a Fideszben elég nehéz lenne ezt elképzelni, hogy Orbán Viktor valamelyik alelnök egy szögesen más álláspontra helyezkedik egy kérdésben, nálunk ez előfordulhatott, ez egy demokratikus párt. Ennek köszönhetően, mivel egy rendkívül organikus pártnak tekintem a Jobbikot, amely ezer szállal kötődik a magyar néphez, jobban, mint bármelyik más párt ma Magyarországon, számunkra a legfontosabb az országos választmány, a Jobbik demokratikusan megválasztott testületeinek a véleménye ebben a kérdésben, az országos választmány pedig eléggé egyértelműen fogalmazott 2017-ben hozott állásfoglalásában, amiben ugye kimondta a Jobbik országos választmánya, hogy egyedül indulunk a választásokon, egyedül kívánunk kormányt alakítani. Ez van a mai napig érvényben, innentől kezdve a kérdésre a válaszom az nagyon egyszerű és egyértelmű, a Jobbik nem fog szövetséget kötni, a Jobbik egyedül megy tehát a választásokra, és a célunk az, hogy a Fidesz által vezetett kormányt egy Jobbik kormány váltsa fel, és természetesen, hogy a kérdésére válaszoljak, Gyurcsány Ferenccel és a DK-val semmiféle együttműködés nem képzelhető. Hadd hívjam fel a kedves nézők figyelmét néhány apróságra, amiből igazából kiderül, hogy az ördög a részletekben rejlik. Mindig elmondta azt, hogy a Jobbikban van, akinek az alelnöknek lehetett más véleménye az elnökkel szemben, a választmányuk más véleményt fogalmazott meg, és ezt megteti. A demokrácia ott kezdődik, hogy a döntéseket kik hozzák. Nem, hogy véleményt, az az alelnök már nincs a Jobbikban, a választmány megfogalmazott véleményt. De mindig az elnök. Az a lényeg, hogy ki hozza meg a végső döntést. Egy demokratikusan választott szervezeti egység, egy testület. A választmány hozta meg ezt a döntést. Jó, tehát azt azért mindketten tudjuk, hogyha Vona Gábor valamit akarna, és ezt nevezzük mi rendpártiságnak, egy személyben bármilyen döntést meghozhat. Ilyen ma Orbán világa mindenről dönt. Önöknél nincs ilyen például. Vona Gábor egy személyen bármilyen döntést meghozhat? Nincs. Nem. Hogy elnökként mondjuk valaki akar mást, és akkor itt szétszéledjen a szétszéledés és a demokratikus döntés között van egy elég széles mezsdi, amit úgy hívunk, hogy demokrácia, hogy a közösség hozza meg a döntést, úgynevezett szavazásos módszerrel. Jobbikban, hát ne viccelj. És az elnök képvisel. Mi azt a politikát valljuk, hogy képviselni kell az embereket, és ezt a politikát valósítjuk meg a párton belül is, hogy képviselünk véleményeket, utána szavazással döntünk, és az adott posztot betöltő személy azt köteles képviselni, amit a közösség szeretne. Az országos elnöksége van választmánya, tehát egyébként a többi párt is hasonlóképpen működik, ha jól tudom, mint ahol. Erre mondom, hogy a részletekben rejlik a különbség.
Ön meglepődött azon, hogy van olyan, amit én egy személyben nem hoznék meg döntést. Igen, van. Vona Gábornál nem tudna ilyet mondani. Ő egy személyben mindenről dönthet. Nem, mondtuk, mert ugye ez nem pont van, azért ez van most bent van. Harc, mert ez ugye ez a demokratizmus elindult egy olyan dologba, hogy sokan azt írják, hogy... Anarchia. Az a momentum. Az együttnél nincs ilyen. Az együtt egy nagyon határozott világképpel értékrendel rendelkező közösség, amely közösen hozza meg a döntéseket, és utána mindenki elvégzi a saját feladatát. Azért antidemokratikus a Jobbik, mert mondjuk teszem azt, ja, nem, elezik, nekem más elezik, pártok szerint nem, hát ugye, bocsánat, hogy nem. Állj. Tehát akkor most menjünk még egy szintet vissza, ugye engem Bajnai Gordonnal próbált lejáratni, ha jól értem, Torockai úr, mert hogy 4 éve mi volt. Hát nézzük meg 4 éve, vajon neveztük volna-e demokratikusnak, a Jobbiknak azon álláspontját, miszerint vannak nem egyenlő állampolgárok Magyarországon, mondjuk a cigányok. Vannak olyan állampolgároknak, a jogait nem lehet... a Jobbik. Én úgy emlékszem, elnézést kérek érte. A korrekt párbeszéd mesdjéjéről. Próbálnék azon maradni, hogy nem egyenlő. Pont éppen ellenkezőleg mi azt mondtuk, hogy a pozitív diszkriminációt kell megszüntetni. Világos. Például, aha. Akár a cigányság kapcsán. Én úgy emlékszem, hogy kövekkel dobálták be Jobbikhoz kötődő szervezetek Jobbikos tüntetésen roma emberek házát azért, mert cigányok. Tehát erre nem mondjuk azt, hogy ez egy demokratikus pártban elfogadható. Pont ott voltam Devecserben, és a cigányok dobáltak egyébként a házból. Világos. De ez most lényegtelen. Értem, igen. Én ne haragudjon, de én roma jogvédelemmel foglalkoztam, és számtalan ilyen tüntetésen ott voltam. És teljesen kívülállóként politikai szándékot függetlenül nem létezett még együtt se semmi. Tüntetéseket figyelte, és a hétköznapi életeket figyeli? Mondjuk a cigány-magyar együttélés hétköznapi problémáival tisztában van? Nagyon jól látja, mi volt a munkám. Én hetente 4-szer jártam le falvakba, ahol ez a probléma volt, és mediáltam. Én meg 24 órában vezetek egy települést, ahol vannak cigányok is, vannak magyarok is. Én pedig Észak-Kelet Magyarországnak, nem tudom, 100 településen jártam mondjuk 2 év beutaztam. Alatt. Mindent beutaztam, valószínűleg ellenkező előjellel. Én a magyarok védelmében mentem, ön pedig a cigányság védelmében ment. Én nem előjellel utaztam, különböző jogvédelem lényege, hogy a jog védelmében mentem. Ő nem a róma-magyar együttélés programját vezette, hanem a roma programot. Most, bocsánat, tehát élek, most akkor elnézést kérek, ez a nézőknek kevésbé lesz izgalmas talán. Kérdezze meg a saját pártársait, akik velem akkoriban találkoztak, hogy bármilyen előjellel érkeztem-e, vagy sikerült mediálnom a két fél között, és rendelette az adott településeken, és az lesz a válasz, hogy igen. Mert hogy előjel nélkül kell a jogot képviselni, nem valakinek az érdekében, hanem a jog szerint kell eljárni. Ezért voltam ott én azokon a tüntetéseken, számos jobbikos politikus megelégedésére, ezt innen jelezhetem önnek. Mindig is politikailag elfogult volt, hiszen önnek van egy nagyon, nagyon sziklaszilárd politikai értékrendje, amit képvisel. Ami emberi értékrend, egy morális tartás. Igen, akkor a morális értékrendünk az abszolút eltér egymástól, tehát ezt nyilván ebben azért egyet is értünk, és én azt gondolom, hogy más előjellel érkezett mondjuk egy roma-magyar konfliktus kezelésére, mint én, de szerintem valóban eltértünk a fő témánktól. Tehát úgy néz ki, hogy az Együtt és a Jobbik között biztos, hogy nem lesz együttműködés, de valószínű egyébként, hogy azt nem tudom, hogy az Együtt kivel fog tudni együttműködni, de a Jobbik esetében mi a demokratikusan megválasztott, még egyszer akkor elmondom, egy picit eltértünk ugye a témától, tehát a demokratikusan megválasztott testületünk, az Országos Választmány egyértelmű döntést hozott ebben a kérdésben, mi ehhez tartjuk magunkat, mert egyébként a Jobbik, még egyszer hangsúlyozom, a leginkább organikus pártnak tekintem Magyarországot, amely a leginkább magyar néphez közel áll. Azt gondolom, hogy sokkal közelebb áll, mint az Együtt, de ebben se fogunk egyetérteni nyilván. Uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!